Az Alapjogokért Központ elindítja a Walkbusters-t. A jobboldal gyors reagálású hadtestét, amely egy kommunikációs riadólánc, online és offline politikai akció közösség lesz a nemzetközi térben, például rendezvényekkel és kommunikációval. A Matthias Corvinus kollégium által szervezett MCC Fest kerekasztal beszélgetésein a Walkbusters-ről is szó esik. A témában Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője nyilatkozott. Én úgy szoktam megfogalmazni, hogy a progresszivizmusnak az olyan vadhajtásai, amelyek mindannyiunk magánéletébe próbálnak beletörekedni, meghatározni, hogy hogyan kell gondolkodnunk, mit szabad mondanunk, milyen kérdéseket szabad feltennünk, milyen válaszokat szabad találnunk, illetve hogyan oldjuk meg azokat a problémákat, amelyek Európában most már mindenkit érintenek. Ez a tömeges migráció, ez a genderőrület, és egyre inkább a woke beleavatkozik az európai külpolitikába is. Ha megnézzük az európai hozzáállást az ukrajnai háborúhoz, az megegyezik a valóság tökéletes tagadásával, egy vágyálom megvalósításának a kísérletével, ami nem vezethet sehová, csak bajhoz. Ha ezt nézzük, ugye most már majdnem minden, a társadalom minden szintjén találkozunk ezzel. Ha nézzünk egy filmet, ha beülünk akár egy színházba, vagy éppen ha megnézzük az olimpiai megnyitót. Ez így van. Én amikor felnőttem, akkor a hollywoodi filmek, komédiák, azok elsősorban családi komédiák voltak. Volt egy család, három gyerek, egy kutya, esetleg egy macska. Erről szóltak a filmek. Ma mindannyian tudjuk, ha bekapcsoljuk a Netflixet vagy a Disneyt, ne tegyék, de ha bekapcsolják, akkor nem ezt fogják látni. Azt fogják látni, hogy mindenféle szivárvány színű közösségek, együttélések, ezeket reklámozzák, ezeket próbálja ünnepelni jelenleg a nyugati popkultúra. Én azt hiszem, hogy ez egyre inkább visszatetszést vált ki mindenkiből, és tulajdonképpen ezért is hoztuk létre a Walkbusters közösségét, hogy nemzetközi szintéren is adjunk egy választ erre a globális szivárványos nyomulásra. Akkor erről az összefogásról, erről beszéljünk egy kicsit, hogy ez miért jött létre egészen pontosan, és mi ellen harcol, mi ellen lép föl. A gyökere a Walkbusters-nek az egyértelműen a CPAC Hungary, ami idén harmadszor került megrendezésre, és bizton állíthatom, hogy jövő tavasszal is lesz majd Magyarországon CPAC Hungary. Ott írtak alá a legutóbbi CPAC-en tavasszal egy nyilatkozatot a felszólalók, amelyben megfogalmazták azt az igényt, hogy szembe kell szállni a normalitás nevében, a normalitás, a szabadság és a józanész nevében azzal a fajta progresszív elnyomással, ami megjelenik a kultúra szinte minden területén. És most már láthatjuk a párizsi olimpiát figyelme, hogy a sport területén is megjelent. Ugyanakkor viszont egy borzasztóan fontos választási évben vagyunk 2024-ben. Nemrég voltak az európai parlamenti választások, és novemberben lesznek az amerikai választások. Nagyon fontos, hogy ilyen körülmények között globális szinten is megjelenjen a józanész. Az ellenállás ezzel a woke támadással szemben, amely tulajdonképpen mindannyiunknak most már a magánéletét is érinti. Ugyanakkor viszont eljött az a pillanat, amikor úgy érezzük, hogy az ellenfél az meggyengült. Kapott több ütést is, amitől némileg megrogyott, és itt az ideje fokozni a támadást vele szemben. Említettem az európai parlamenti választásokat is, ahol például Franciaországban megdöbbentő győzelmet arattak a józanész erői, Németországban is jó eredményt értek el, illetve Európa szerte megerősödött a jobb oldal. Az, hogy az európai elit, globalista, eurokrata elit ezt megpróbálja kijátszani ezt a választói akaratot, azt tulajdonképpen megszokhattuk. De létrejött a Patrióták Európai Párt családja, amely bízunk benne, hogy a megfelelő ellenlépések kezdetét jelentheti. Ugyanakkor látjuk azt is, ami az USA-ban történik. Az egyik elnök jelölt ellen merényletet kíséreltek meg, a másik elnök jelöltet pedig a saját pártelitje puccsolta meg. Nyilvánvaló, hogy a liberális elit az kapkod, és nem érzi magát biztonságban. Elveszítette az irányítást a narratíva fölött. Ilyen körülményekkel között kell a konzervatívoknak ellentámadásba lendülnie, és erről szól a Walkbusters. Ez a jobb oldal és a józanész egy olyan akcióközössége lesz,
amely felveszi a harcot a vókkal a nyugati világ minden pontján, ahol szükség lesz a barátainknak arra, hogy támogatást nyújtsunk. A Wokebusters, ez a nemzetközi riadólánc, ez mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy hathatós segítséget nyújtson. Lesznek konferenciák az online térben is, illetve a valós világban is, lesznek különböző rendezvényeink, beszélgetések, kerekasztalok, eszmét cserélünk egymással, és kitaláljuk, megalkotjuk azt a taktikát, amivel győzelemre lehet vinni a nyugat valós és igazi értékeit. Itt tartunk egy kicsit, menjünk bele azért az olimpiára, az olimpiában, mert azon túl, hogy bár túl vagyunk a megnyitón, azért most is vannak bőségesen olyan elemek, amik talán ebben a témakörben abszolút szót érdemelnek. Ezekről beszéljünk, ugye akár a biológiai férfiként való, nők között való szerep és a boxban, vagy ugye hát azért egy picit térjünk vissza a megnyitóról és a vízhangokról. A megnyitó az tulajdonképpen egy Vogue pornográfia volt 4 órában, amelyre rákényszerítették a világ szinte összes országának a nézőit, hogy végigkövessenek. Hogyha látni akarták a saját sporthőseiket, akkor ezt az ultra progresszív borzalmat is végig kellett nézniük. Nem tudom, hogy ki gondolja azt, hogy ez akár Franciaországnak, akár Európának, akár a nyugatnak jó. Nem jó. A globális dél egyértelműen elutasítja ezt a fajta politikai ideológiát, sőt, egyfajta szektás ideológiát, és éppen ezért nyilvánvaló, hogy ez az őrület, amit a 0. napon előadtak Párizsban, az hihetetlen visszatetszést kelt, illetve már most is keltett az egész nyugat ellen. Ez nem csupán egy kulturális hiba volt, hanem egy biztonsági politikai fenyegetést jelent számunkra. Ha bárki azt hiszi, hogy India, az arab világ, Latin Amerika nélkül a 21. század geopolitikai válságát mi át tudjuk fészelni itt Európában, az mélységesen téved. De miért segítenének ők egy olyan civilizációt, ami ilyen ocsmányságot mutat be, kényszerít rájuk? De akkor említsük meg azt is, hogy a meglehetősen fertőzött szajnában kellett úszniuk a sportolóknak, többen rosszul is lettek, és az pedig, hogy férfiak üthetnek nőket olimpiai sport keretében, ez még egészen felháborító, visszataszító, és lábbal tiporja az olimpia szellemét is. Ezek a dolgok egyértelműen aláhúzzák azt, hogy miért van szükség egy olyan konzervatív, a józanész pártján álló akcióközösségre, mint amilyen a Wokebusters. Én őszintén bízom benne, bár az út elején járunk, hogy ez egy nagy nemzetközi szervezés lesz, amely majd sikeresen fog tudni ellenállni a Woke nyomulásnak világszerte.